egy miniszternek irgalmatlan mennyiségű aláírni valója van, hiszen miniszteri felelősséget, személyes felelősséget kell vállalni az ügyek fölött. Ez azt jelenti, hogy... Ami itt van előtted, ez posta. Most... Ja, ez posta. Ez az úgynevezett sárga posta. Ez az én postám, a Lázár János miniszternek címzett levelek. Ezen kívül van az aláírni való, amiben az ember személyes felelősséget vállal a saját költségvetési fejezete. Az én esetemben ez több ezer milliárd forint vonatkozásában. Ettől az ember nem vonatkoztathatja el magát. Végén a miniszternek kell aláírni általában mindent, ami szintén bürokratikus teher. Ebben vannak belső levelek, tehát a saját kollégáimmal sokszor írásban érintkezem, illetve írásban kérek tőlük tájékoztatást vagy referátumot. Vannak kormányzaton belüli átiratok, ügyek, dossziék, anyagok, előterjesztések, javaslatok, és vannak állampolgári levelek is, amik ide kerülnek. Én mindent bekérek magamhoz. Nagyságrendileg ez hány levelet jelent? Mondjuk hetente? Hát ez egy napi. Ez a nap. Nem tudom. Ez egy januári nap. Ez nem is olyan sok. Ez most tea, vagy egy újabb kávé? Igen, ez egy fekete tea a tejjel. De ott a bal oldalon van igen, egy... Igen, ott volt egy kávé is már. Mennyire önállóak egyébként a fiúk? Tehát azt említetted, hogy edzésre kíséred most el őket, de vásárhelyen, ahol nagy távolságok nincsenek, ez menne egyedül már nekik? Boldirek mindenképpen. Jó napot! Ő jár biciklivel, közlekedik, most otthon vár az iskolából, hazament már. Ilyen probléma nincsen. Jó napot! Jó napot kívánok! Hello István! Az iskolához megyünk a kertvárosig. Egy lakossági fórum az neked levezetés, vagy ez azért a politikai munka csúcsa? Hát a politikai munkának nagyon fontos része, hogy csúcsa-e, még azt se zárom ki, fontos. Nagyon fontos. Akkor nézzük meg. Én is ezt javaslom. És olyan gondolatom van, hogy nagyon sok öreg fa van itt az olvasók körül, és voltak ezek a viharok, hogy hol van áram, hol nincs, hol erről fogy a szél, hol arról, hogy ezt egy főkertész megvizsgálna. A másik, ami még tavaly megtörtént, hogy itt a főúton barlangfű volt az egyik telken a bolttal szemben, hogy ezt az önkormányzat, mint közterületesek, hogy évközben többször kijönni, és aki olyan, felszólítani, vagy fizessen több adót. Meglátogatjuk a külterületi tanyaközpontokban élő választópolgártársakat és Zsolt vezetésével, a város, illetve a város vezetőjének közreműködésével, és talán az én segítségemmel is egy kicsit tudunk változtatni az itt élők életkörülményein, tudunk javítani. A legfontosabb a stabilitás, megbízhatóság, kiszámíthatóság, akkor van fejlődés. Viszontlátás, jó egészséget! Az, hogy a parlamentben expozét mondasz. Igen. Vezérszónoka vagy egy ügynek. Egy kormány előterjesztést viszel. Majd utána a Gagarin utcai térdig érő parlagfű ügyében kell eljárni. Ez a kettő kéz a kézben jár. Abszolút. Hogyha valaki parlamenti képviselő és egyéni választókerületi parlamenti képviselő, akkor ez a kötelessége, hogy segítsen az embereknek, és azért jönnek el az emberek a lakossági fórumokra, mert részben tájékozódni akarnak az országügyeit, illetően részben pedig segítséget várnak. Az egésznek életszaga van, olyan emberekkel találkozol, húsvér emberekkel, akiknek van életük, vannak nehézségeik, vannak problémáik, és látszik az, hogy mi a fontos és mi a kevésbé fontos. Teljesen más perspektíva az, hogyha a kormányülésről nézed az országot, és teljesen más lehetőség az, hogyha eljössz egy lakossági fórumra, és megkérdezed az embereket, hogy magukat mi érdekli. Ebben a lakossági fórumos műfajban mi a sikerélmény, hogyha Lajos bácsinak el tudod intézni a hidroform és a daráló áramellátását?
Hát a sikerélmény nem az, hogy el tudom intézni, mert lehet, hogy tudok neki segíteni. A sikerélmény az, hogy eljön és elmondja. A bizalom a sikerélmény. Hát ide jönnek emberek, ezeknek az embereknek egy része nem rám szavazott. Volt közte jönnek, és soha nem fog a Fideszre szavazni. De mégis eljön, elmondja a problémáját, ki a segítséget normális légkörben, megtisztel a bizalmával. A legnagyobb sikernek azt tartom ma Magyarországon, hogyha valakiben megbíznak. 4-1-8 van, tehát 13. órája tart ez a mai munkanap. Igen, néha nem érzed véget. Úgy, hogy mondjuk a batidaiak elveszik az időt a családtól? Ez egy nehéz kérdés. Pontosan tudják, hogy mi a kötelességem, mit vállaltam, ezt a munkát el kell végezni. Amikor maximálisan toleránsok? Nem, időnként lázadnak. Időnként föllázadnak ez ellen, de igyekeztem feleségemmel ezt megértetni, és ő nagyon jól megértette ezt. Másrészt nagyon szeretem ezt a munkát, főleg ezt a részét, a lakossági kapcsolatot, vagy az emberekkel beszélni, és az emberek ügyeiben próbálni előrelépni, vagy valami segítséget nyújtani, ezt nagyon szeretem ezt a részét a munkámnak. Ebben mi a siker? A feleségem rám adja. A gyerekeimnek meg ebbe bele kellett tanulni, meg bele kellett szokni. Sokszor viszem őket magammal rendezvényekre, azért, hogy lássák azt, hogy milyen valós problémái vannak másoknak. Sok a Fidesz politikáját kritikával illető személy azt mondja, hogy hát bizony a Fidesz, illetve a fideszes képviselők már régen elrugaszkodtak a valóságtól. Te itt a valóságot keresed? Én mindenképpen a valóságot keresem. Minden ilyen programnak ez a lényege. Vannak, akiket más dimenziója érdekel a közéletnek, mert az ország nagy ügyeivel szeretnek foglalkozni, vagy az ország távlataival szeretnek foglalkozni, vagy nagy és konfliktusos vitákkal nemzetközi relációban. Nem minden politikus egyforma. Én azok közé, a politikusok közé tartozom, akik a választókerületében élő embereket tartják a legfontosabbnak. Batidán vége a fórumnak, és most, ha jól tudom, akkor kezdesz felkészülni. Holnap Budapesten stratégiai és gazdasági kabinettülés. Most még jön család, még a családdal. Akkor holnap forgunk tovább. Köszönöm. Ja, holnap reggel, ahhoz, hogy időben Budapesten legyünk, ahhoz 6 órakor el kell indulni. Úgyhogy 5:30-kor a kávét megkaphatod.